téged. A BMW X3-as fejedelmi kényelmet és sportos tartást adó bőrfoteljében ülünk, itt a bal egyben, a kamera pedig a jobb egyből szemlélheti az eseményeket, amelyek majd a következő percekben viharos gyorsasággal fognak majd felpörögni, hiszen egy ilyen autóban, amiben egy 3 literes dízel motor twin turbo feltöltéssel 282 lóerőt tud, hát elég nehéz megállni az embernek, hogy nagyon úriasan vezessen, és mondjuk a városban az 50-es, az autópályán a 130-as sebességhatárt betartsa. A legfőbb veszélye, és ha lehet egyáltalán hibát mondani, egyetlen hibája vagy egyetlen buktatója egy ilyen autónak, éppen ez a hatalmas erőtartalék, ami benne van, ami óhatatlanul száguldásra csábít, méghozzá enyhén egyenetlen terepen is, hiszen végülis mégiscsak egy magas építés és egy kerékhajtás autóról van szó, hajlamos az ember keresztbe hosszába menni. Az autópályákon pedig hát gyakorlatilag nincsen ellenfele, a végsebességet hadd ne mondjam, nem próbáltuk ki természetesen, hiszen ez Magyarországon nem nyílik mód, de hosszas autópálya üzemmód mellett sem okoz gondot neki 3100-200-as fordulat, a 180-as tempó tartása, sőt, hát e felett is lehet vele persze utazni, legfeljebb nem biztonságos, nem emiatt az autó miatt, hanem a többiek miatt és a kamionok miatt, amelyek időnként váratlanul tűnnek fel előttünk. Pedig a legfontosabb erénye is egyben, ami a buktatója az autónak, az a félelmetes biztonság és biztonság érzet főképp, amit az ember érez már eleve, ahogy beül ebbe a biztonsági cellába, amit maga körül érez, még hogyha hatalmas üvegtető is van fölöttünk, és ez némi légies könnyedséggel járja át az egyébként komor hangulatú fekete burkolatokat, lazítja egy kicsit, mondjuk a térérzetet növeli, javítja, illetve hát ez a világos, vöröses, barna bőrülés is egy picit sportosabb, kellemesebb, érzelmesebb feelinget csempész a BMW belsejében, mint amit azt egyébként megszoktunk, és mondjuk egy teljesen fekete belsőnél az érezhető lenne. No, de ezek csak a szubjektív érzelmi tényezők, a lényeg az az, amit ezzel a hatalmas, illetve nem is a hatalmas, hanem annál vaskosabb és jó, nagyon jó fogású bőrkormánnyal a kezünkben hát irányítani tudunk, uralni tudunk, ez pedig a 282 lóerő, és talán 500 Nm körül, ha jól emlékszem, a nyomaték, ami hát elementáris előre lódítja meg ezt a közel 2 tonnás kasznit, ami egyébként egy ilyen méretű autótól elvárható nagyjából 5 utas részére nyújt kényelmes teret. Egyébként a biztonságról természetesen a légzsákok arzenája gondoskodik. Pontos, szinte észrevétlenül kapcsolgató automata váltóról is beszélhetünk, aminek D-üzemmódjában lehetőségünk van fölfele és lefele kapcsolgatni, tehát kézi üzemmódba is venni a kezelés lehetőségét, és akkor hát helyek közel úgy válta, hogy mi szeretnénk, de az automata funkcióval sincsen semmi gond, tökéletesen teszi a dolgát. Ha egy picit előre kanyarodunk a műszerfalra, akkor láthatjuk a jellegzetes BMW formákat. Ugye a kormányról már beszéltem, amely multifunkciós, mögötte a hagyományos műszerek, amelyeknek hát egyetlen egy baja van, az a szörnyűséges gyorsaság, amivel a dízel üzemanyag szintet jelző mutató lefele halad, illetve hát a fogyasztás visszajelzés a 14 litert is bizony 13,8-et jelezte ki. A futómű kitűnően teszi a dolgát, bármely utcai autóval felveszi a versenyt. Ami egy nagyon klassz extra, hogyha fölfele pillantunk, egy hatalmas tetőablak, ami két részes, tehát a hátsó utasok számára is kitekintési lehetőséget ad. A megújult X3-as orr részén is feltűnnek a változások, sokkal dinamikusabb, markánsabb lett, főképp ebben az M-dizájnnal ellátott változatban, hiszen egy picit a orr részen is a szoknya, illetve már az oldalsó részen is a spoilerek láthatóak lesznek, hogy sportosabbá teszik a külsőt.
Azt a külsőt, ami egy igen-igen komoly 282 lóerős motort takar, ami twin turbo, nem biturbo, tehát nem két egyforma méretű turbó összekapcsolásából adódóan fokozza a teljesítményt, hanem egy kisebb és egy nagyobb turbó az egyenletesebb nyomatékleadás érdekében, egyenletesebb teljesítmény érdekében működik közre az autó gyorsításában. És hogyha hátrafele haladunk, akkor láthatjuk az egyéb M-dizájnos Forma 1-eket, tehát a Felnik itt 18-as hatalmas nagy Felnik, amiken 235-ös szélességű gumik feszülnek, és ha hátrafele megyünk, láthatjuk az oldalszoknyát is, ami hát ugye markánsabb külsőt kölcsönöz. Ha pedig kinyitjuk az ajtót, akkor a küszöbön ott van az M-dizájn, ugye, tehát nem egy M-tuningos autó, de optikai tuningja megvan. Gyönyörű szép az X3-as hátsó traktusa is, és egy hatalmas csomagteret rejt, hogyha fölnyitjuk a hátsó ajtót. Ugye természetesen van egy csomagtér takaró roló, és alatt a hatalmas csomagtér, amelynek az alaplapját felnyitva megdöbbenésünkre pótkereket nem, viszont akkumulátort találunk, nyilván a jogsúlyelosztás okán ide helyezték az akkumulátort, és a pótkerék pedig alulról van az autó alá rögzítve. Végzett vagyok, ami eljön érted, nem engedlek szabadon téged. Nem tudom, kell-e mondanom, hogy kiknek ajánljuk, kiknek ajánlható, ha egyáltalán ajánlani kell egy ilyen autót. Többnyire a BMW azt hiszem, hogy megtalálja a közönségét, nem nagyon kell ajánlgatni. Aki valami fajta komolyabb presztízsre vágyik, az egyelőre még mindig hagyományosan a német márkákat preferálja, azon belül is ugye a BMW-t és nagy vetétársát, azt a bizonyos háromágú csillaggal ellátott márkát, melyek közül talán a BMW sportosabb, lendületesebb feeling, igaz egy picit sprődebb, keményebb, mind az üléseket, mind a felfüggesztést illetően, de mindenképpen biztonságos, hosszú távú utazást is lehetővé tesz, arra nem beszélve, hogy egy ekkora autóban már a család is kényelmesen elfér az összes csomagjaival együtt. Végzett vagyok, ami eljön.